6. Na, te is megcsináltad. Mondjuk az a milyen finom volt, most is azt rágom. Fú. Most elment az étvágyom. Az a baj, hogy én tegnap pont kukoricás rizset ettem, az a problémám amúgy. Én tegnap előtt, szóval én megúsztam. Én meg most. És akkor annyit hallunk. Silent. Mr. Presidente. Nem akarom fejbe lőni magát. Így hát a Silent fogja fejbe lőni magát. No hopon kezdted? Igen, reméljük neked is a gondot. Szerintem nem. Elméletileg azon kéne, hogy legyen, de gyakorlatilag meg majd kiderül. Nem, nekem is ki kell lépnem és be kell állítanom. Elég hülyeség, hogy külön lépnek. Nem volt ilyen probléma. Kérteni. Mikor mi játszottuk Silent-tel, valamilyen nem volt ezzel probléma. Nem. Van. Ha be tudsz állítani skill-eket, akkor van gond. Ez igaz, végül is. Majd mindjárt meglátjuk. Lehet, hogy Noopon is be lehet állítani skill-eket, csak nem érsz el először. Nem, nem lehet. A no-hope-nak pont az a lényege, hogy ne legyen segítséged. Igen, hát beállíthatod, csak nem fogod látni az eredményt. Ezt kell képzelni. Milyen vicces amúgy, hogy igazából most ismerjük meg egymást. És így... Ki vagy? És Helena abban a pillanatban hív minket, és így... Jó, amúgy igen, én is ügynök vagyok. Ja, mi mondjuk meg kötelező James Bond női szereplő. Így kell mondani. Tehát most ebben most elegtették. Ja, hát igen. Most én vagyok azok, akik szopók. De felé, legalább a Hatchet Stun mozdulatom az valami nagyon OP. Richard Kennedy. Imádom. Amúgy Leonnak mi a középső neve? Mert Leon S. Kennedy. Tehát, hogy Samuel? Sámson, mit tudom én? Sámson Kennedy. Samuel. Sámson Kennedy, hallod? Leon Sámson Kennedy. Samuel de la Mangia. Vagy Leon Samuel Jackson Kennedy. Hallod, Gergő, játsszuk a Resident Evil 2 Revelation-nek az az Agent Hunt módjával, és tudod, milyen ellenfelet kaptam ki? Na? Csak egy full random, a mellé egy csomó kis ellenfél. A Resident Evil 5-ből a csukjás fejszés. Ez még is kis kísért. Konkrétan én egyre nem is tudok mozogni, hallod? Nekem nincsenek itt a skill-ek. Change game settings... End game session. Csak 50, nem? Nekem 4 darab beállításom van. Van a játék settings. Vannak a player rekordok. De neked gondolom nincs olyan lesz checkpoint. Igen. Akkor nincsenek skill-ek, akkor jó van. Akkor jó van. Jó van. Remélhetőleg... Ez annyira zavaró lesz, hogy nekem mindig bal oldalon fog lenni a... Át tudod állítani. Hogy? Célzás közben azt hiszem, a jobban a lógot lenyomod. Az oké, okay, csak minden egyes kártszínnél. Nem. Én nekem egy csomónál megmaradt például. Nagyon jó neked. Ez a legijesztőbb dolog. Leesett. Leesett a székről, tutél fertőzött. Koronavírusba halt meg. Én csak azt nem értem el, de sok emberik mind megfertőződött. Leonék miért? Mert a Leonék azok most jöttek meg. Tehát Leonék nem itt voltak. És hogy jutottunk be az elnök szobájába úgy, hogy nem tűnt fel ez?
Hát mert amikor idejöttünk, akkor kezdődött el ez az egész átváltozás. És közelből... Ja, bemettünk az elnökhöz, és mire kijöttünk, addigra ez van. Aha. Így van. Aha. Most már minden világos, ugye? Lehet hármasba csináltuk. Itt a góra eltűnt. Az az elnökkel együtt. Attól néz ki így szerencsétlen. Attól lett szívrohama, és amiatt lett zombi. Nem, ő neki igazából attól lett szívrohama, hogy Helena megmutatta neki a csöcseit. Csak mint kiderült, hát a kedves elnök úr az buzi volt, és ő ettől annyira megijedt, leállt a szíve, és az utolsó szavával azt mondta. Arra mi van? Leon, a faszodat akartam. De hogy buzi az elnök? Hát van lánya. Sok buzinak van egyébként vér, rendes feleségi lánya. Csak aztán miután megszületett a gyerek, meg már egy picikét nevelgető, rájött arra, hogy ő valójában buzi. Aha. Mert hogy voltak ilyenek egyébként. Nagyon sok ilyen van. Hát figyelj, a Jim Carrey most neves című sorozatban a csávó tökre hetero volt egész életében, meg minden. Aztán, amikor a kislányát a zongora tanárhoz elvitte, aki egy kínai, akkor derült ki, hogy amúgy ő beleszeretett a kínai fószerbe, az kiverte neki a zongora tanár. Hát na, ez... Hát volt egy kis segre, pacsi, meg farbatosz. Arrabatosz. Ezen nem ér röhögni, ez egy valós görög név. Volt. Hol van Lesbos? Az meg egy sziget. Hát tudom. Álljál már meg, Phobos, a kurva anyád! Ugye, Patrik? Ilyász. Igen. Milyen Ilyász? Ilyász. Te emlékszel erre? Hazudnák, ha azt mondanám, hogy igen. Na, akkor nem csak nálad van probléma, Patrik, látod. Szerintem mi nem is tanultunk róla. Az durva. A trójai... Azzal kezdődik az irodalom. Trója. Homérosz. Hát a Homérosszal tudom. Hát azt én is vágom. A Homérosz. Hát ő írta az Iliászt. Megállítólag az ott összeállt is, nem? Hát máha volt ilyen ember, hogy Homérosz, már amúgy az görögül költ, izét jelent, írót költött valamelyik, nem tudom. Mert azt mondják, hogy nem is egy ember írta a kettőt. Ha meg ez, lehet ez a Homéroszon is létezik. Erre mondják azt, hogy homéroszi kérdés. Nálunk volt ilyen irodalomtétel. Ez egy egész tétel volt. Hát maga az Iliász meg az összeállt kellett elemezni, és az volt a kérdés, ami segített, hogy szerinted mit jelenthet a homéroszi kérdés? Tehát ez volt a segítő kérdés hozzá. Viszont én mindjárt jövök egy 10 érted. Perc. Érted? Na. Oké. Okay. Te, nem az előbb esett le ugyanitt egy? Mit tudom én, Resident Evil-ről beszélünk. Annyira sajnálom, hogy csak ebben a részben vannak zombik. Végig. Sehol máshol. Stay sharp. Azon gondolkodok, hogy no-hobba játszunk. Akkor legyen annyira realisztik a játék, nem tudom, elfogadod-e ezt a challenge-et. Hogy csak a lézer célzóval célzunk, tehát sima célkereszt ne legyen. Hát nem tudom, én már eléggé hozzászoktam a célkeresztet, hát gondolod? Én is, ne aggódj. Aztán Maxon nagyon nehéz lesz, akkor elfelejtjük a dolgot. Na várjunk, a... Hol tudom kivenni a lézert? Itt van. Most állítólag... Aha, csak a lézer van. És a lézerre célzok, és tök jó hallod. Hozatok lézer.
Szint változtatni, várjál. Lehet. Állj meg. Miért akarod rárakni? Legyen kék. Neked is, király. Szerintem sokkal áttetszőbb, mint a piros. Never know what to expect around here. Itt a sárga nincs. Nem, zöld van. De nem van. Van. És az mi? És az jobb, mint a kék, szerinted? Hát tudom én. Nem tudom, látom én azt, hogy te célzol vele? Már szerintem a legjobb a vörös, azt látni legjobban. Igen? Akkor én lehet átállítom vörösre. Hol tudom a kolóriát? A színét? Beállítási. És ott? Azon belül is. Tényleg, de minek? De itt van annyi fajta szín, hát legyen a vörös akkor. És igazad van, tényleg a vörös. Nekem ez lila az milyen? A lila is egész jó, kakam lesz lila. Én meg most nagyon gondolkozok abból, hogy maradjak a kéknél, a kedvenc színemnél, tehát hogy... És esetleg megpróbálom a kéket, aztán hogyha a világosban nagyon rossz lesz, mert szerintem itt a Leon kampányban nagyon nem leszünk nappal. Szerintem egyszer sem. You all right? I will be once I find my daughter. Most te mondod tényleg? I called her Zelda, but we got cut off. I know she's here, somewhere. Ő konkrétan ő nyitja ki. Jaj, ilyenkor már tudunk lőni, csak nincs lőszerem. Egy golyót lőttem el, jó. Töltény pazarló. Szentség törő. We'll need to get the elevator working to get there. Ez no hope, itt kell az a töltény. Ja, gondolom. Once we're in, we can take my car. Thank you. Let's find your daughter and get out of here. Liz? Liz, is that you? Kíváncsi leszek, milyen lesz amúgy így harcolni. Nagyon furcsa lesz. Nem nehezítjük meg eléggé a dolgunkat igazán. Honnan tudod? Miért még a izét is vegyük ki? Az automata újra töltést? Nekünk kelljen újra tölteni? Nem mint hogyha meg szoktuk válni, hogy kiürüljön a tár. Ja. Akkor milyen nehezítésre gondolsz? Játsszuk skillek nélkül? Ja, igen. Hát igen. És én csak is a jobb oldalra tudok állni, hallod? Amúgy az a poén, hogy én balkezes vagyok, ezért nekem így kéne amúgy lennie, tehát ahogy most van a célzás. De én a jobb kézhez vagyok hozzászokva. Jézusom, de furcsa lesz így célozni, hát konkrétan nem tudom, mikor fogom tudni eltalálni orvosan az ellenfelet. Most lehet ebbe a végjátszásba inkább hagyom így az aimet, hallod? És le fogom szarni. Hogy? Hát, hogy nem jobb oldal, jobb kezes célzás, hanem bal kezes. Hát, ha hozzászoksz, akkor megkíméled magadat egy pár dologtól. Igen. Különös váltakozástól. Ezt teszi tönkre a kontrolleremet. Micsoda? Hát, hogy ezek a felesleges szétnyomkodások vele. A bal görgöm az amúgy is nagyon érdekes dolgokat tud néha csinálni. Például sprintelni a For Honor-ban már nem nagyon enged. Ez kevés. Let's get this out of our way. Remélem az ötnek azért ellenállóba hoznak a kontrollerei. I'm glad you
guys were here. Nem mintha nem tudtunk volna alatt átvenni. Hát ők nem. Á, nem. De, hogy hát hogy? Valakinek meg kellett emelnie. Tehát Leon a hardcore, aki tudja, hogy mivel zajlik a zombi apokalipszis. Véletlenül sem mondaná, hogy ennek nem lesz jó vége, és nem kéne magunkat egy kétszer egy négyzetméteres tisztbe bepréselni egy fertőzöttel. Micsoda drág. A Palinak a haját nézd. Ha mi van vele? Majd hátulról. Ha, most. Azért nagyon látszik rajta, hogy az rajzolt. Utoljára tudod, mikor láttam ilyen hajat? Vitéz László báb előadáson. Amúgy miért nem hallottok a csávot amúgy nyüsszögni? Érdekes volt, figyeld meg. Na, neked egyből ment, jó van. Most lesz csak igazán izgalmas. Well, get used to it. It's either them or us, and they don't hesitate. Why did this have to happen? De a játék itt nem enged minket célozni, érted? Azt a szinkront láttad! Na várjatok. Most megpróbál célozni. Az elég jól ment. Nem tudom, szerintem így is eléggé szívni fogunk. De lehet visszaállítani. Oké, okay, hogy akarod? Én kezdem, szerintem tök jó, én kezdem megszokni. Aztán lehet én is vissza fogom állítani. Majd kiderül. Annyira nem nehéz, csak... Figyelj, annyira nem nehéz, csak azt kell látnod, hogy hova megy a lézernek a vége. Várj, itt is fel kell egy zombi majdnem, valahol oldalt. Az a szerencsé, ezekkel nem kell foglalkozni. Amúgy konkrétan ezek hol vannak? Ja, ott fönt. Erre megyünk. Nem is látom őket. Kinek kiabálsz te? Ez lesz a szerver szoba, nem? Aha. Új, help. A milyen ismerős folyosók. Ilyen pálya van a Resident Evil Revelation 2-ben is. Igen. Egyetemes pálya, aha. És nem hallják meg a mögöttük csaszagoló zombikat. Hát nem. Egyik csáv aztán észrevette őket. Csak már később. Darwin díjasok. Darwin díj, az kinek jár? Darwin díj azoknak jár, akik valami nagyon hülye halált vannak. Igen. Ostobáknak, igen. Igen. Mint Amerikában, amikor divat volt a Pokémon Go.
egy 10 éves srác, nem 18, nem tudom, valami ilyesmi. Azért, hogy Pokémonra vadászom, bement egy magánterületre, mert ott volt valami ritka Pokémon, az csodák, éjszaka, az csodálkozott, hogy meglőtték a sötétben. És meghalt. Mhm. És akkor így oda, és így a szüleikhez így a rendőr közöltek, hogy a fiúk meghalt, és akkor, de azért megkapta Darwin díjat. Te most dodzsolgatsz, vagy mit csinálsz? He said it was some sort of fog. If this thing spread in gas form, then anyone would breathe... Várj, itt lesznek zombik? Nem, itt meg nem lesznek zombik. That would mean everyone on campus. Yeah. And why is it so quiet? I've got a bad feeling about this. Esnek jobbra megyünk el? Igen. Mert... semmi. Igen. Nem tudom, hogy egyszer játszom ki a játékot, de még mindig nem tudom fejből amúgy. Sleo minden egyes alkalommal felborítja azt a konzervet. Én helyedben csak neki futnák R2-vel. Ez jó volt. Neki futnék, a szennek adok egy kicsit. Oh. Amúgy itt nem is tudunk még futni. Hát, hogy nem enged futni. Várj, na, visszatértem. Igen, nem enged futni. Na várjál, fiók, van nincs egy fiók. Már két HP-m oda lesz miattad. Nekem meg egy. Elmért a gyomor. Itt ki lehet nézni. Rágy, gyomorgörcsöd lett, az nagyon rossz. Biztos attól a híg fostal, amit most tettem. Én nyomnék egy restartot. Konkrétan te most fél hold vagy, szóval... Azt láttad? A nő felpattad. Most én is el vagyok fáradva. Itt valonnan még jönnek. Te el vagy fáradva. Én konkrétan tudok jutni. Még itt hátul van egy zöld növény. A legjobb egy kis életed legyen. Aha. Á, kösz a HP-t. Itt viszont lesz, meg zombik, vigyázz. Bum! Van ott lent lőszer? Lőszer? Mert csak úgy mondom, hogy nekem alig van lőszere. A köd. A köd. Amit ugye a játék végén itt meg is tapasztalom. Micsoda? Most én rugom le, jó? Hogy... Hogy hány óra? 10 óra. Sem most már lépek. Á, köszi. Ó.
még mindig lézerrel lősz? Aha. What? Ja. Én is úgy lőttem. Ez mitől esett el? Kurva jó amúgy szerintem. Szerintem, és nekem nagyon tetszik. Amúgy rohagyak meg, de azzal a szaros kis lézerre még egyszerűbb célozni, mint hogyha ott lenne a célkereszt. Nekem nem. Azt hiszem, a Sándornak megint lelki problémái vannak. Ma megint milyen képet töltött föl? Nem, hívott telefonon. Mindig akkor hív, hogyha valami problémája van. Na, ez menő mozdulat. Ez szép volt, Silent. De miért fölösleges mozdulatokat tesz? Hát, filmes, érted? Mert föl kéne kelni. Hát igen! Kösz. Na ez, most én vagyok a bal szerencsés, látod. Ennyi HP-d van. Kettő kockányi. Abban állsz, mint az előbb, én nekem itt már megfogottam. Ja. Lerontottad a statomat. Most te nyírod ki, aki háttad mögött a háttal van. Ugrik. És most szétrugom. Ennyi. Megtörtjük. Persze, hát még csak ez 3. Még nem 6. 2. De már mint 3 lesz belőle. 3 darab. Várj, itt hátul is van valami, úgy emlékszem. Aha, egy vörös növény. Én meg hülye voltam és összekombináltam. Te nem veszed föl? Nem, itt is van. Várjál. Ilyen toszkos kaptam már tőle. Na most már kem is hiányzik egy HP-n. Itt volt, itt. Itt volt a vörös. Szerintem itt már fogjuk használni ezeket a gránátokat. Lehet. Nem tudom. Na várjál, merre kéne kimennünk? Ez csak egy ilyen választható? De mi? Hallod, egyből rám tapad, hallod? Hey. Au. Na jó, akkor én most lőni fogok. Boom, egy headshot! Ennyi. Pirod, itt mindjárt lesz zöld növény. Még vörös? Ja. Van, lesz itt mindegyik. Én utánad megyek. Azon csak ugorj át. Hát, ugorj át az asztalon, és akkor leütöd. Ó, de jó lőszer. Hát most már van bőven lőszer, hallod, most nem kell skorolni. Hallod, te most adtál magadnak HP-t? Én nem. Akkor jó, mert újra regenálódott az életem. Nem marad örökké nulla, az jó. Aha. Ez tök jó. De én ezt eddig egyszer sem vettem észre végig egyszer sem során, persze hát nem volt rá időm. Logikus. Nem. Most már nekem is csak 3 van. Nekem már van 6 HP-m, király. 6 HP-t töltöm. Ezt be kell, hogy osszuk.
Várj, miért van nekem két vörös növényem? De... Oh, picsába. Az egyiket el akartad szívni, de elfelejtetted. Föl akartad szívni az orrodba. Mi dögött? Tudom, hogy így van. Mindenki tudja. Üss. Látom, szeretsz kanterőzni. Szeretek, de nem tudok. De konkrétan nekem esélyem sincs kanterőzni, mert nem adja ki a játék, hanem egyből elkapnak. Hát a földről ugrik el, akkor nincs is. Sajnos. Hát de nem, ez most rám nem a földről ugrott. Sorry, not from here. Try the staff building behind the bleachers. I'm guessing you'll find keys for the gate there. Ja, emlékszem, amikor előzőnek játszottuk a játékot, aztán egyből ezen az ajtón mentünk be? Úgy is kell. Keep that trigger finger ready. Na most használj fogjuk ezeket a gránátokat. Várja. Van lőszer. Silent, csak óvatosan a gránátokkal, mert nekem nincsenek túl jó emlékeim belük kapcsolatban. Pedig pont 10-es gránátom van kettő. Ajjaj. Patrick távoz Silent közeléből. De most is neki lenni is tudnám Patrickot. Még annyira távozz a közeléből. Na 12 HP-n megvan. Ne adjak neked HP-t? Nekem mindegy. Hát legalább ne is neki lelődj. Mennyi HP-t hiányzik? 3? 2. Kettő? Jó, hát akkor nyomasd föl magad. Nyugodtan. Egy kockádban. Eddig kettő. Jó, lesz három. Király. Na jönnek a tömegek, eldobjuk a gránátjainkat. Felőlem. Előtte engedd meg, hogy Patrick elmenjen a közeledből. Ez szűk folyosón meg, nem tud hova menni. Egyelőre amúgy is az ablak... Állj a háta mögé! Én nem akarom megmondani, hogy mit csináljál, csak a te életedet védem. Úgy mondom, mintha rosszul kezelnél. Nincsenek túl jó emlékeim. Az a te bajod. Én nem tudom, hogy már veled kapcsolatban mire gondoljak, amikor gránátokat dobálsz. Hogy te most velem vagy ellenem? Patrikkal vagy ellene? Basszus, Silent, felgyújtasz mindkettőnket! Én megmondtam! Nem hallgattál rám! Valakinek fel kell téged gyújtania. De miért mondta? De miért rám ugrott? Ja. Köszi. Jó, hát ez is. Áááát! Ez durva. Na hát most lőd őket, Silent. Engem meg is öltek. Ilyen, akkor már rég kinyíltad az ajtó. Hát gondolom no hop. Keep that trigger finger ready. És még a hasam is fáj. Nem mitől? Nem tudom, lehet a postól, amit ettem. Ne aggódj, én ma hagymás babot ettem, szóval. Adsz magadnak HP-t? De miről beszélsz, fullom? Ja, tényleg reggel a fokat az nem tölti vissza halálkor. És így várj, mert most egy HP-val több lesz. Mert most nekem volt a garantáltan egy HP kockám. Tök jó. Köszönöm. Akkor négy kockád van? Aha. Az már egy kocka, has, hallod? Négy. Na, hogy beugrottak, hallod? Full HP, egy HP-n maradt.
Koronavírus. Most véletlenül a kört nyomtam. Take meine Freund Bence. Semmi gond, Patrik. Keep that trigger finger ready. Never know what's around the next corner. Ja. Úgy. Jó, megmondtam. Azt hiszem. Ilyen parasztlengőből? Ja, vágom, melyik küldetés. Még csak ott tartasz. Akkor nagyon az elején vagy, meg nem is, hogy Ashan szín. Ashan szín még. Amennyire lehet, kívül tartom őket. Amúgy a Gergőnek igaza volt, sokkal könnyebb amúgy célozni. Becskettük. Már megint fölgyújtott. Na most én gyújtottam föl Silent-et. Helyes, nagyon helyes. Büszke vagyok rád, Patrik. Megcsalásom, hogy a férfiak mesélik. Hagyjatok, én nős vagyok. Most engem kaptak el. Leon! Az a baj, túlságosan ketté váltunk. Ja, értem, miért mondta azt a Silent, hogy bocsánat, Patrik. Én meg azt hittem, ott hagyott a francba. Hát azért meg kifutott a WC-re. Az meg tényleg! Most kiírt a Silent Key player has left the game, tehát konkrétan... Mi kevett ez ma? Nem tudom, hát azt mondta, hogy kukoricás rizs, nem? De akkor ott vagy a kukorica nem volt jó, vagy a rizs? Szerintem a kukorica. Főleg, hogyha speciális helyről szereztem. Játszottam a játékot, sokkal kényelmesebb. Konkrétan látod, látod, hogy hol találod el, tehát... Az a baj, a célzón... Ne, innen kell folytatni. Az edző collection nekem már megvan. De azt olaszul játszott ki. Miért van csak 3 pont HP-m? Nem tudom, nekem full HP-m van, tök jó vagyok. Nekem miért van csak 3 pont HP-m? Hátrány elindulsz. Az edző collection-t ezt ajánlom, főleg olaszul kijátszani. És már megint? Legalább az első kettőt, a Brotherhood-ot meg a kettőt. És azt tetszik, hogy az edző collection-höz jár plusz 2 videó. Az egyik az edző utolsó napja, a másik pedig apukájáról szól. Yep. Neked miért van full HP-t, hogyha nekem nincs? Mert még nem is találkoztunk zombikkal. Én a Player 2-es játékos vagyok. Mi az, hogy még nem találkoztunk zombikkal, dehogy nem találkoztunk? Ha lehet a garázsba, de azok nem sebeztek meg. Garage. Akkor biztos egy náve volt. Garage. Biztos egy náve volt, szerintem.
Nem, igazából oda ment hozzá egy légy és lefingott. Nem, én amúgy tudom, hogy mitől ment le a HP-t Silent. Nem mond. Nem mond. Nem a kukoricától. Az a szarástól, de három kockán ment. Ez azt jelenti, hogy... Ez azt jelenti, hogy még egyszer el fogok menni szólni. Ezt a bugot hallod? Igen. Én nem láttam. Nézd meg az inventorinat. De... Nem ilyen bug. Ne, ez milyen bug. Neked üres az inventorid? Nem. Nekem nem üres, nekem itt van egy sprint. Hát sprém. Ez az. Figyelj, itt vagyunk a játék elején, Gergő, és tudjuk kell csinálnunk azt, amit eddig megcsináltunk, mert szétdobott minket. Viszont én úgy vagyok itt, hogy itt van nálam 14 medikit, két tűzgránát, egy sprint, meg az 56 pisztoly töltényen. Na, az tök menő. Így kell végtelen pisztoly töltényt csinálni, vagy végtelen bármit passzik. Vagy az, hogy szétdobjon a rendszer. Na nézzük, reflexzémre feteszteljük, milyen szarás után. Tökéletesek. Még fejlesztett is rajta, figyeld meg. Nekem is újra meg kéne tanulnom a perit a játékba. Ezek rohadt jók. De dövöm a fejét ilyenkor, leszárjuk. Felveszük a medikitet. Konkrétan amúgy minden maradt itt nálunk, tehát most konkrétan már itt... A világon nálad is? Aha. Konkrétan már most van 12 HP-t öltöm, amikor itt még csak 6 volt. Vagy még annyi sem. Az az. Te mész oda, nem én? Hát tudom, mire gond ez a new skillünk, ha ezek egy fejdelem és utána már stunnolnunk kéne. Nincs semmi sebzésünk és két lövés is kevés néha. Not bad. Nem baj, az ott a főtlen ki tudjuk játszani a játékot. De milyen lazán elmentél? Egészségedre. Köszönöm szépen. Ötöt kell beszerezni a papit. Nekem ott most van egy olyan karakterem, akinek nincs pisztolya. Ugye ez, Gergő? Te, itt hol a másik zombi? Van egy RPG-n. Amit két pisztolyból vettél. Ez szép volt, nem tudom, hogy csináltad. Egy pisztolyból vettem két RPG-n. Én ezt nem tudom, hogy csináltad. Silent, de gratulálok. Igen, azt, amit használtam. Részvétem. De végül kinyírtuk. Hát ezt kinyírtuk, csak egy esetleges nyugén plusznál most nincsen pisztolyom. Na várjál, itt valahol kell lenni egy... Akarunk mi abból New Game Plus-t? Legnehezebb fokozaton. Hogyha azt mi ki akarjuk játszani, itt akkor vörös, legyünk igaz... Itt a vörös növé. Hogyha mi azt még egyszer ki akarjuk játszani, akkor legyünk igazán hardcore-ok. New Game Plus teljesen lap felszerelésekkel. Legnehezebb fokozaton. Na most figyelj, így is egy idő után felerősödtünk annyira, hogy már szinte alig izé... vagy probléma a nehézségi szint. Jó, de egyenlő ez a fokozaton, ez nem biztos, hogy így lesz. Nézd most ránk itt Patrikra. Tehát ugye a... Leg... Jó, de a Resident Evil 6... A utolsó fokozat az helyes. Jó, de, de a Resident Evil 6 az azért nehezebb is egy picit, mint az 5. Hey! Szerintem nem. De... Na, köszi. Most már 4 kockám van, 5 kockám van, 6 kockám van. Neked mennyi van? Úristen, bazd meg, Szájad, te pillanatok alatt növeszted a hasadra a kockákat, te kibaszod magadat itt az estén, este folyamán. De mit fogsz mondani, amikor mit azt mondom, 7 kockám van? Úristen. Konkrétan olyan szuperrugást kapott... Ha! Silent! Mi van? A fejtelen zombi rám mászott, és quick time eventet kellett nyomnom. Az jó. Valójában. Ezért megérte HP-t töltened. Hát nagyon. Ilyen nulla HP-d van, mi vagy egy? És még mindig mozog? Még mindig? Itt van.
Mi a fasz? Hány HP-d van? Nekem? Kettő hiányzik. Nagyon hiányolom a hatból, mint ami volt az ötből, hogy láttuk, hogy a társunknak mennyi történje van, mennyi HP-ja. Itt meg állandóan kérdezgetik el, hogy hogy állsz, hogy állsz. Ó, szép volt Leon. Az ötnek azért jobb volt így a mechanikája. Kóposabb volt, igen. Hát de az öt az kifejezetten kópra épül, miközben a hatot azt már... Könnyebb lesz, hogyha egyetlen csináljátok. De a Resident Evil 5-ben meg láttad, vannak olyan cuccok, amiket csak kooperatívban lehet megszerezni. Hogyha emlékszel. Öt zöld növény van nálam. Hát jó neked. Na jó, sokat füveszhetsz. Összeraktam két hatósat. De szerintem ne húzzuk az időt, egyből menjünk be az ajtón. Hackeljük meg a játéknak a rendszerét. South Parkban van egy ilyen, hogyha meghackered az elején azt, hogy tudod a kódot az ajtóhoz, azelőtt, hogy meglesnék Cartman szobájából, akkor beszorod neked egy ilyen furcsán öltözött kártya, hogy hé, ne csalja a játékból. Igen. Az közben ő a legnagyobb csaló amúgy. Elég csak Mitch Connerre gondolni, ugye? Hallod, már most van, hallod? Már most van 128 ammó a zéba, a handgunba. 134, meg van 4 tűzgránátunk, azt ne felejtsd el. Ja, aha, nekem is. Ugye megnézem a képet, Bence. Kell tölteni neked HP-t? Fullon vagyok, hála neked. Akkor jó. Akkor maradunk. Nagyon halk vagy, Bence. Ez a két hulla zavarott engem nagyon, amit vannak a folyosztóim. Ne zavarjon, nem fognak ők bántani. Na az a gond, hogy de. Nem, nekik az nem stílusuk. És tartsuk kint őket, szarjuk vele, ennyi időszert veszítünk, így is bagoltattunk. Nem tudom miért lőttünk, de az durva headshot volt. Tűzgranám! Patrik távolodj! Hál' Istennek itt azért nem sebez. A tűzgránátokkal. Nem csináltam semmi rosszat, hogy kérem magamnak. Várj, én pusztán megöltél kétszer. Csak kétszer. A többiről meg nem beszélve. Silent, mindjárt megölsz engem, úgy tudod? Még téged is sebeznek? Persze. Hát... Nem azt mondtad, hogy nem sebez? Mikor mondtam én ezt? Az előtt. Nem mondott ő ilyet. Silent-e tényleg füvezem. A szarás. Ne mondd ki, mert el fog kapni a szarás. Végre túléltük. De még eldobtam egy tűzgránátot. Silent, ne mondd ki azt, hogy a szarás, mert el fog kapni a szarás. És akkor mehetsz szarni. És akkor mehetsz szarni. Na rúgjunk rá azért egyet még. Előttem 80 töltényt. Kell neked HP? Hullon vagyok. Ó, de jó neked. Ja, te dobáltad a tűzgránátokat, igaz? Neked mennyi van? Nekem egy csíkom van a tűzgránátjaid miatt. Tényleg sebzett? Kurvosokat. A hatban nem sebez. Dehogy nem sebez. A hatban is sebeztél engem vele. Aztán most lelőttél egy felesleges nagy hullát. Én már nem kockáztatok. Figyelj, ezt késeld le. Az könnyebb úgy. Ahelyett, hogy én belelövök. Már megvolt nekünk, ugye tudod? Nekem nem. Úgy látszik.
Most lőttem szét. Ja, várj, külön kell azt tudtam az ötben, mint egy a ketten megkapjuk, hogy egyikünk lelőjük. Nem? Az ötben igen. Na vedd fel a kulcsot, én fedezlek. De? Szívesen. Itt is lesz valahogy egy ellenfél. Aha. Szép. Bence? Tudod, mit kéne majd egyszer beszerezni? A Hunt Showdown-t. Itt ez fog felkelni a rendőr csávó. Ez be jön a halk, vagy hogy nem értem, hogy mit mondasz. Puska. Halló? Csak még ha olyan halk vagy. Ezt csúnyán kirúgtuk az ablakon kívülre. Én is a fülhallgatómat. 3 éve vettem körülbelül. 150 forintért, és hallod? Még azóta is tökéletesen működik. Milyen kicsit repült a csávó amúgy. De majd figyelj, legalább XP farmolásra a no-hope az jó, mert nem tudjuk elkölteni az XP-t. Végül is. Csak ugye tudod, hogy easy-n is ugyanannyit az a játék, ami elég szemültség. És easy-n egy kicsikét könnyebb megszerezni amúgy. Ha belegondolsz. Ah, yeah. Hát ez nem nagyon csempázott ugye. Ennyit a full HP-ből. Ah, minek az a full HP, az buzis. Yeah. Akkor most találsz nekünk HP-t. De hát alig van 26 medikitem. Jaj. Jó, hogy gyered. Majd megsajnállak. Töltsd magad maxra. Én maxon vagyok. Akkor jó. Nekem van 2 csíkom. De fél, egyelőre jobban bírom, mint te. Mondod a 2 csíkod, de. Hát igen, azért eddig te tartod a halálszámlálón a rekordot. Na jó, de én úgy, hogy 2-szer elmentem szarni. Nem baj. Várj, ezt fejbe lövöm. Úgy. Végezz ki. Valóan sokkal könnyebb lézerrel headshotot lőni. Na, itt kell futni. És Rambo Ram. Azt láttad? Hallod, rám akart ugrani egyik zombin, de én lerúgtam, és ő meg nekiesett a másiknak. Ja, én ilyenkor nem tudok csinálni semmit, mi? FPS módban vagyok, az kész. Ott vannak fönt a izén... Én is azt akarom, de nem lehet. Észszerűbb, hogy előbb izé lecsekkolja az izót a tisztítót. Ez annyira jól néz ki ez az autó. Most hátra. Akkor előre. Aztán hátra. Backup. Ez a most hátra, most előre, most hátra, most előre, ez kicsit ilyen ruin trékás volt. Leonnak nem szabad kocsit adni a keze alá. Hát nem. Hát nem, ő a legelső adandó alkalommal felborul és ráadásul még fel is robbantja az autót. Felborul egy egyenes útszakaszon. Megijesztette ez a pár zombi. Az egyik legveteránabb a zombik közt, mármint így a zombi írtásban meg hasonló, de attól megijedt, hogy a kocsi tetejéről egyben rész az, hogy hello, hogy vagy?
Gabi, de minden jó. Leon, Helena, are you two alright? Pedig a zombit, én azt a zombit azt én biztosra veszem, hogy ő csak barátkozni akar. És azt tetszik, hogy a zombik onnan jönnek hátulról. Nem félünk a zombitól, ember tesztek maszkustól. Miért nem várjuk meg őket? Hát figyelj, Silent, úgy szeretnek, majd megesznek. Come on! Helena! Over here! Kíváncsi vagyok, hogy ide tudnak-e jönni. Nem, ha ezt nézd meg, Silent, megálltak a tűzbe. Nézd, megálltak a tűzbe. Várjál. Dobok egy gránátot rájuk, kíváncsi vagyok, mi történik. Mit pazarlod? És konkrétan meg tudom őket ölni, de jó. Na, ugorjuk le. Azt akartam csinálni, hogy amikor már nagyon közelünk be vannak, akkor ugrok be, és akkor itt tök popátlanak leszünk. De konkrétan nem tudnak bejönni. Az egyetlen romantikus rész a játékban. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral. Again. Ha bazd őket a ellobban. Everything we know about the lack of Obsidians. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. Nyugi, én alapvetően én olyan vagyok, hogy én nekem az első az, hogy megyek és lemészárolok annyi ellenséget, amennyit tudok. Onnantól, ami linkortól tudom, és a mellékküldetés ezek, és a főküldetéseken azokon meg végig gyalogolok, mert felerősödök nagyon. Tehát, hogy itt is a Odysseyben volt egy 19-es szintű küldetésem, főküldetés. Azt 40-es szintű vagyok. 41-es. Bazd meg. It's time we take responsibility and end this mess. It's gonna be a tough road. Hát igen. No. Let's get moving. We don't have much time. Resident Evil.